Átláthatóbb közigazgatás, egyszerűbb ügyintézés érhető el Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hiszen egyre több kormányablak működik az ország legkeletibb megyéiben is, mondta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei államigazgatási kollégium ülésén a nemzeti fejlesztési miniszter. Sesták Miklós kiemelte, év végére összesen 21 kormányablakban intézhetik ügyeiket a szabolcs-szatmár-beregi állampolgárok. A kormányablakokban 14,5 perc alatt elintézik az ügyeket. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés. A másik, amiről beszélnünk kell, ebbe viszont, mint miniszter is érintett vagyok, ez a digitális Magyarország és a digitális fejlesztésének a kérdése. Azt gondolom, hogy ha valaki bemegy ilyen kormányablakba, az pontosan azt látja, hogy 21. század technikáját látja. Tehát a kormány eltökélt abban, hogy igenis nem csak egy ablakos rendszer legyen, hanem lehetőleg minél több ügyintézést otthonról, internet segítségével is el lehessen végezni. Ennek a legfontosabb eleme ugye ez a digitális aláírás lesz, ami reményénk szerint 2016-ra végleges formáját tudja ölteni és elkészülhet. Ez alapjaiban fogja megváltoztatni majd ezeket a hatósági eljárásoknak, otthon intézésének a lehetőségét. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei államigazgatási kollégium ülésén Kozma Péter kormány megbízott arra emlékeztetett, a megyei kormányhivatal 2015. április 1-e előtti 15 szakigazgatási szervéből a külső integrációt is figyelembe véve 8 főosztály lett, a 7 törzshivatali főosztályból pedig 3 főosztályt alakítottak ki, így áprilistól a kormányhivatal szervezeti egységeinek száma 22-ről 11-re csökkent. A kormány megbízott arról is szólt, a kormányhivatalnál jelenleg 1925-en dolgoznak, egy vezetőre az eddigi 9 helyett most már 16 ügyintéző jut, hiszen a vezetők száma csökkent, a közel 190 helyett most már kevesebb, mint 130 vezető van a megyei államigazgatásban.